A klímaváltozás, az üvegházhatás és a globális felmelegedés olyan napjainkat érintő fontos kérdések, amelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érintik, és helyben megoldást kell találni rájuk. A kezdeményezések élére állt a megyei önkormányzat is. Elindult a fenntartható energetikai és klímacselekvési programok kidolgozása Szabolcsban. A pályázathoz kapcsolódva csütörtökön arról döntöttek, hogy a közgyűlés is csatlakozik a Polgármesterek Klíma és Energia Ügyi Szövetsége szervezethez. Ez 2008-ban indult Európában azzal a céllal, hogy egy platformba gyűjtse azokat az önkormányzatokat, amelyek egyetértenek az Európai Unió klímapolitikájával. Ennek értelmében vállalják, hogy 2030-ig 40%-kal csökkentik a károsanyag kibocsátást. Ennek elérését előtérbe helyezhetik majd a jövőben a terület és település fejlesztési operatív programok forrásainak felosztásakor, véli Veres János. Olyan pályázatokat lehet majd csak benyújtani és elfogadni, a közgyűlésnek támogatni, amely a klíma cél megvalósulását, azaz a kibocsátás csökkentést vagy elősegíti, de semmiképpen nem rontja a helyzetet, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. Ebből majd sok minden érdekes dolog fog következni a későbbiekben, csak szerettem volna, hogyha egyértelmű válik itt a közgyűlés ülésén, hogy amikor erről döntünk, akkor egy ilyen kötelezettséget a magunkra vállaltunk, ehhez az eszközt is meg kell találni, hogy hogyan tudjuk ennek a elérését segíteni. A Dorján Béla a közgyűlésen arról beszélt, hogy a megújuló energiaforrásokat is jobban ki lehetne használni. A Jobbik véleménye szerint a zöldmezős beruházásokkal szemben a barnamezős beruházásokat kellene nagyobb mértékben támogatni. A termőföldet nem célszerű kivonni annak érdekében, hogy megújuló energiatermelésre használják, és azon napelemes rendszert építsenek ki, vagy napkollektorokat helyezzenek el rajtuk, tette hozzá a képviselő. Van még egy nagyon-nagyon fontos tétele a mi kezdeményezésünknek, mégpedig az, hogy bármilyen állami vagy önkormányzati beruházásnál az organikus tervezési fázisok és építkezési folyamatok legyenek az elsődlegesen prioritást élvező formák. Ez azt jelenti, hogy ne építsünk úgy kerékpárutat, hogy kivágunk érte 150, 200 vagy 1000 darab fát. A közgyűlés felterjesztési jogával élt a magyar-ukrán határátkelőn tapasztalható állapotok miatt. Ezen a határszakaszon nagyon nehézzé vált az átkelés az elmúlt időszakban. Ez a mindennapi kapcsolattartást és a gazdasági célok megvalósítását is nehezíti, közölte Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke. A magyar-ukrán határszakaszon is lennének olyan határátkelők, amelyek tulajdonképpen elkészültek, csak román-schengeni csatlakozása miatt nem lehet őket a nap mindennapján, vagy a hét mindennapján használni, hanem csak bizonyos időszakokban. Ezzel is jó lenne, hogyha persze nem a magyar félen múlik, vagy nem csak a magyar félen múlik, hogy ebben is előre tudnánk lépni, hiszen a migráció, mármint a romániai munkavállalók külföldi munkavállalása miatt vannak időszakok, amikor a magyar-román határszakasz is nagyon bedugul. Ilyen nem mindennaposan használt átkelő például a Zajta Nagypeleskei, az Ömböly Szaniszlói és a Garbolt Szárazbereki. A közgyűlés által elfogadott határozatot Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterhez és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyetteshez is eljuttatja a közgyűlés. Ez konkrét javaslatokat is tartalmaz a megoldásra. Erőforrások igénybevételével, ez jelent technikai, illetve emberi erőforrásokat is, plusz határőrök, vámosok beállítását is jelentheti, vagy új sávok beállítását, azon kell dolgoznunk, azon kell dolgozni, hogy sokkal rövidebb legyen a határátkelés, mert sokszor ez órákba került, most már a magyar-ukrán határszakaszon. A közgyűlésen továbbá megszavazták 6 terület és település fejlesztési operatív program többlettámogatását is. Így a Magyar Közút Nonprofit ZRT 3 projektje valamivel több mint 91 millió forint, Domrád város önkormányzata 56 millió forint, Nyírbogát nagyközség önkormányzata 201 millió forint, és Nyíribrony község 11 millió forint plusz forrást kap. A képviselők csütörtökön döntöttek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi választási bizottság tagjairól is.